Adjanak egy pár fillért! Egy pár fillért kérek! Szegény vagyok és éhezzem! Adjanak egy pár fillért a szegény vakembernek! Mi van, bacs? Ezt látom, szomorú vagy, nincs pénzed. Hát ki anyám, nem adott semennyi fillért. Már úgy megyünk el a pébülézni. Nem tudom. Fia, látod azt a csövest ott? Ezt meg kéne csinálni, mert itt van napok óta. Lehet, hogy teli van pénz. Jaj, én is ismerem. Hát vegyük el tőle a pénzt, aztán cső. Meg el tudom menni bulizni. Kiüssük? Üssük. Ezt nem mondd el senkinek, közöttünk marad, mert akkor lebukunk nagyon így. Jó. Ki tudja mi lesz. Na. Jó van. Na, cső. Cső, akkor majd találkozunk akkor. Adjanak egy pár fillét a szegény vakembernek. De fognád a szádjon? Adjon neked a rohadást. Te csövibodó, itt kódulsz, ki adott magának engedélyt egyetlen itt éregesen? Álljon arrébb, mert nem tudok kódulni. Akkor most tudja, hogy ezt kiraboljuk magát. Engem? Kit magát, ki mást? Mert egyéb. De, megtesszük. Kedves nézőink, hamarosan Magyarországra látogat a híres illúzionista Mr. Hocus Pocus. Jó napot kívánok! Bemutatok önöknek egy rendkívül egyszerű kis trükköt, művészmutatványt. A képen látható hölgyet el fogom tüntetni. Figyeljenek! Három lehetőség. Egy, kettő, három! El lesz vívva a pénz. Vaj, daj! Jaj! Így szemet ezt a köcsög! Jaj! 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 Köszönjük, hogy itt fogsz elrohadni, te kis rohadék. Na, azt, hogy velünk szórakozhatsz. Hogy te szólogatsz embereknek, itt fogsz megjelenni. Miért csinálják ezt velem? Fogd a fajra. Fáj a kezem, mindenem. Vágjon akkor! Megvertek. Hallod, ez kopaszalod? Most meg ezt a szarokát. Ja, tényleg! Amit eldobtál? Ne sírjál, itt fogsz megdögleni parókával együtt. Azt hiszik, hogy Zámbocsi mi az te. Adjad, hé, segítség! Segítség! Szabadítsalak már Úristen, ki! Úristen, mi történt magával? Megkötöztek. Nyugodjon Kösön meg, már ki. Jaj, köszönöm. Mesélj el, mi történt önnel? Ültem ott a padon, meg széken, és kódultam, mert szegény vagyok és éhezem. És oda jött hozzám két fiatal suhanc, és elvették a pénzemet, és megrugdostak. Ja, fogja el őket, fogja el őket. Semmi gond, elkapom őket, megígérem. Na, mennyi pénzt gyűjtöttünk? 15 millió, 15 ezer, bocs. Az igen. Fele? Fele-fele? Hát fele-fele. Jó. Már mehetünk menni bulizni. Na, ez aztán só. Elrapom be. Jól megvertük a palikát. Valaki jön, akkor rendőrök vagy valami. Na. De só. Mikor jön ez a taxi? Héti ketten, kezeket fel! Mi? Honnan van az a sapka? Úgy kaptuk. És úgy elvettük. Kitől? Egy kódusra az utcán előtt. Most büntetésből meg kell nézzétek professzor Herr Donau előadását. És ő ki? Egy világhírű tudós. Szívesen megnézni. Rendben. Ma 16 órakor lesz a Hővesvölgyi erdőben. Kedves nézőink, a mai adásban lesz Magyarországra látogat a híres természettudós, professzor Herr Donau. További hírekkel várjuk önöket 6 órakor. Jó napot kívánok, tisztelt társaság, akik összegyűltek itt megnézni engemeket. Hát én most arról szeretnék önöknek előadást tartani, hogy a fákról meg a... Hogy hívják azokat a repülő kis állatokat? No, azokról. A fáknak fontos tudni, hogy van négy nagyon fontos rész. Ez a nagyon fontos rész. Van a ág,
a törzs, a levél, meg nem még valami, csak azt most elfelejtettem. Azok a repülők is állatok, amit néhány helyen madárnak is szoktak hívni, azokról tudni kell, hogy azok vannak a fák ágán, fészket raknak. Na most azon van olyan madárfaj, amelyiknél az egyik ül a tojásokon, van amelyiknél a másik. Van egy nagyon aranyos kis madár, aki némely esetekben a kakukk kosórában lakik, innen ered a neve is, kakukk. Na most a kakukk az olyan okos állat, hogy lust a fészket rakni. Na most ezt a fészeket fogja magában, és beleköltözik a tojásaival. Azt mondják azoknak az embereknek, akik nekik nem tetszenek, vagy repülőállatoknak, hogy azt mondja, hogy kilökik a fészek. De még azt is szokás szokni, hogy fogják, azt a rablóknak a fejére ráugrik, és kiválja a fejüket. Széken kis rablócskám, na gyere szépen! Na megmutatom nektek, hogy az én előadásai mindjárt vannak, és ha legközelebb követtek el rablást, akkor ugyanúgy eljöhettek szépen, és megtekintetitek az előadást. No most a büntetésetek a büntetésben az az, hogy ha legközelebb rosszul viselkedtek, jön egy kakuk, és a vakemberrel megver benneteket. Köszönöm szépen, fiacskáim, hogy végighallgattátok előadást!